Május 27-én a történelmi vitézi rend Komárom-Esztergom megyei székkapitánysága és Szőgyén község önkormányzata szervezésében, hol sírjaik domborulnak címmel történelmi megemlékezésre került sor a Magyar Hősök Napja alkalmából. A Magyar Hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták a hazáért. Szőgyének is megvannak a maga háborús és civil hősei, áldozatai. Ilyen a magyar szőgyéni temetőben nyugvó vitéz Trombitás Sándor, magyar királyi őrmester, aki az ellenség előtt tanúsított kimagaslóan vitézi magatartásának elismeréséül 39-ként megkapta a magyar aranyvitézségi érmet. Vitéz Kurz Mihály, a magyar bronz vitézségi éremmel kitüntetett magyar királyi honvéd, az érmet az ellenség ellen tanúsított vitézi magatartásával érdemelte ki 1945. január 21-én. Poszthumusz 2010. szeptemberében avatták vitézzé. A németszőgyéni temetőben nyugszik Mánya András, aki póttartalékos honvédként szolgált a magyar királyi 16/3-as honvédgyalog zászlóajban és a keleti hadműveleti területen 1943. szeptember 19-én mellövéssel megsebesült. Katonai teljesítményét 1944. február 25-i döntéssel magyar bronzvitézségi érem hadi kitüntetéssel ismerték el. Az első világháború hőseinek szobránál a magyarországi pozsonyi nagykövetség parlamenti ügyekért felelős titkára, Dóci András Attila arról beszélt, hogy mindnyájunkban él valamilyen kép hőseinkről. Gyakorta karddal, puskával a kezükben képzeljük el őket. Markáns férfi alakok, akiknek akaratát a küzdelem fáradalma acélozta. Arcvonásukat pedig az átélt lelki megpróbáltatások keményítették meg. Ez a homályos kép él bennünk hőseinkről. Arról viszont jóval homályosabb kép áll rendelkezésünkre, valójában milyenek is voltak. Vitéz Hrala Gyula általános gyűjtőnek tartja magát, és a május végi megemlékezések kapcsán összeválogatta a nagy háború témáját feldolgozó saját gyűjtésű kiállítási anyagát, amelyet Szőgyénben a Hősök Napja alkalmából nyitottak meg a színházterem aulájában. A kérdésre, vajon a családja érintette, az első világháborúban elszenvedett rendkívüli veszteségekben úgy nyilatkozott, hogy a 19-es vadászok révén kapcsolódik familiája a történtekhez. De az összeválogatott kiállítás éppen arról számol be, vajon mit is érezhettek ezek a férfiak. Akár Levelek a pokolból, vagy a Lövészárokból címet is viselhetné a kiállítás. A nagypapám az 19-es vadász volt, ez egy komáromi egység volt, Komáromba szentelték fel a zászlójukat, és mentek Galíciába harcolni. A nagypapám, Turbacs János, képe ott van, esküvőről ment a harctérre, később a ötödik sérülése után a komáromi katonakórházba adta oda a mindenhatónak a lelkét. Ez az egyik. A másik, van egy távoli rokonom, aki huszár hadnagy, később a huszár kapitán volt, aki a livornai csatába is részt vett, ugye, ahol a csata abból érdekes, szomorú is, győztes csata volt, megállították a orosz hadsereget, de 70%-os veszteséggel. Vagyis 30%-uk maradt meg. Ordódi Istvánról beszélek, akit a tiszti szolga pakrózba hozott ki a harctérről, hát aztán hát örök invalid volt ez miatt. A egész kiállítást maguk a katonák írják, a fronti katonák írják. Ott van a szőgyéni, ugye, drága, az ha elolvassa az ember, akkor kijönnek a könnyek. Álmodik arról Fábián József úr, arról álmodik, hogy a karácsony, otthon készítik már mákos pompos, mákos kalácsot, stb. De hogy aztán hazajött és évette még életébe, ezt a Lövészárokból írják. Ezek szomorú történetek. Ők saját maguk írják, vagy ott vannak a Bosznia-Hercegovinából és ezekből a részekből a képeslapok, egy Szabó úrtól összegyűrve. Valódi gyűjtők ezt még se vennék, hát szerencsém volt vele, mert a Lövészárokban írták,
ugye lehet, hogy írja azt, hogy jól vagyok, de mire hazajön a levél, lehet, hogy már nincsen. Már meghalt, már agyonlőtt. Az ünneplő gyülekezet megemlékezést tartott a magyar és német szőgyéni temetőben, az első és a második világháború hőseinek emlékművénél.